Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ez most egy garázs bemutató lesz, és kértétek, hogy a Pegasusos cuccokat is mutassam meg. Hát akkor egy pillanat, és meg is mutatom, csak előbb, ugyebár igen, úgy volt, hogy nem lesz több garázs bemutató, hiszen már mindent megmutattam, erre felújítottam pár dolgot, szóval érdemes lesz megnézni. Itt van például az én kis voltikom, ő rózsaszínbe öltözött, nem tudom miért. Volt gyerekkoromban egy ilyen kocsim, csak mondjuk az egy Porsche volt, na mindegy, azért tetszik a rózsaszín fekete. Ugyebár az előző live-on ezt a kis kurumát nemrégiben még teljesen rózsaszínben láthattátok hotpinken, most viszont visszafestettem, ez itt éjkék, és a másik szín, amit ráraktam, az hotpink, most ilyen fura színt öltött. Nagyon régóta készültem erre a színösszeállításra, hát most megvan. Aztán, ugye ezek nem változtak, és itt van, nagyon régóta vágytam egy Jesterre. Úgy döntöttem, hogy veszek, de nem azt a fajtát, ami a többieknek van, mert ugyebár ők teljes mértékig, vagyis mondjam, csak a rari részes tetszett nekik, a matricázott. Nem tudom, nekem az nem jött be. Ez viszont annál inkább, és imádom vezetni. Majd kicsit előrébb rakom a ranglistán, na mindegy. Aztán, mondom, eladom már a homokfutót, a BJ Injection-met eladtam, az most nincs benne a másik garázsban. Viszont ez a Bifta, de hülye neve van, ezt viszont megvettem. Nagyon durva, ezt meg is mutatom nektek mindjárt. Ez a kocsi eszméletlen durva. Annyira gyorsan tud menni úton is, meg terepen is, hogy az hihetetlen. Viszont nem tudok pontos infóval szolgálni, mert látjátok? Nincs műszerfalon semmi. Egy régi szaros rádió van, vagy nem tudom mi ez, kaputelefon, vagy villanyborotva, nem tudom. És nincsen semmiféle mérő, tehát emélték az útra sem mehetne. De annyira jó vele hajtani. Gyorsan kanyarodik, mozgékony, kimondottan humokra termed, de utakra is nagyon jó. Csak ugyebár belőnek, úgyhogy a rendőrökkel nem érdemes kekeckedni, hogyha ebben ülünk. És hihetetlen módon hegymenetben is jó. Tehát jó, nem a legjobbak közül való, de azért a moncsira a legtöbb helyen fel tudtam vele kapatni, ami nem rossz. Na de. Még van egy kocsi, amit nem mutattam meg. Ami nem más, mint egy Insurgent. Igen, próbáltam úgy vinni a kamerát, hogy ne is lássátok. Na, ő az új szerzeményem. Ez a garázsban tartható verzió, tehát löveg nincs a tetején. Mindjárt kiviszem ezt is egy kicsit, és mindjárt elmondom a történetét, mert elég parádés. Nagyon jó kis kocsi amúgy páncélozott. Azt hiszem 7 vagy 8 rakétalövés kell, mire szétlőhető, és az a baj, hogy be lehet lőni, de C4-et lehet dobni belőle, tehát ennyi előnye azért van. És azért megmutatom, C4. Ali. Ups. Na, szóval ennek a története az volt, hogy szerettem volna egy olyan kocsit, amivel fel tudok menni hegyekbe. Ugyebár eddig mindig azt a bodit használtam, amit Revornak volt, csak nem tudom, nagyon sok helyen nem akart felmenni. Nem is volt full tuningos, meg nagyon gyorsan szétvertem. Azt gondoltam, akkor kell egy terepautó. Fogtam szépen egy Sand King-et, azt mondom, tudjátok melyik az a nagyon magas. Elkezdtem vele felmenni a Montchiriard, hát nem jött át, nem volt jó. Aztán ugye Norbit megkértem, ő kihozta a full tuningos verzióját, nagyon király volt, minden szuper jó volt vele, de ez se kapott fel annyira a hegyre. Aztán kihozta a hatkerekűjét, az se jött át, viszont ez a kis vacak, ez a kis Insurgent, olyan durva motor van benne, gyerekek, tiért nem láttatok még. Úgy fölmegy a Montchiriardra, meg a 80 fokos lejtőn, hogy figyú, semmi, meg se kottyan neki. Kicsit begyorsítok, megyek neki is, felmegy bárhol. Tehát én nem véletlenül ezt vettem terepautónak is, elég bután hangzik, de tényleg. És igen, kicsit kapkodom, mert annyi mindent szeretnék mondani, meg ugyebár a lényeg bemutató az most itt van. Pegasus, igen. Alap bemutató, kezdjük szép sorjában.
Ugyebár a tankomat már láttátok. Mész innen? Szóval a tankomat már láthattátok, mert ugye nem egyszer piruetteztem vele, nem egyszer lőttem szét mindenkit, sőt volt egy olyan gameplay, amikor a legvégén elmentem érte, és még szétlőttem a többieket, csak azt már ti nem láthattátok. Mindegy, a lényeg a lényegben, hogy ez egy nagyon klassz kis tankocska. És hihetetlen módon elő lehet hívni, úgyhogy van nálam kuruma vagy egyéb, úgyhogy az is jó. Na, eres csak le a lövegedet? Na azért. Kicsit játszunk a sünikkel. Sőt, az egyik live-on még meg is támadtuk ugye Forzán Kúdót is, abban is nagy segítségemre volt. Gondolom azt már igen, láthattátok Tomónál, de hamarosan meg nálam is. Megvan, fel van töltve, csak még nem találtam rá alkalmas időt. Bármire lehet, hogy ezt nézitek már, az is kéne lesz, nem tudom. Most annyira el vagyok keveredve így videó ügyben. Annyi tervem van, csak idő nincs megvalósítani. Bocsi! Süni! Az egyetlen baj ugyebár ezzel a tankkal, hogy nem csinálták túl OP-ra, tehát szétlőhető. Egy idő után elkezd füstölni, nem szabad, hogy mellette robbanjon valami. Na! Alatta robbanjon, tehát nem mehetek túl sokszor át kocsikon. Erre is lesz majd egy ötletem, hogy mire lehetne majd ezt a tankocskát használni, csak ugyebár több embernek meg kéne, hogy legyen. Minimum 5-6 ember. Na, ennyit ír a... Na. Na. Hagyjatok békén. Aha. Túl sokat robbantottam magam mellé. Azt azért még leszedem. Meg téged is. Tik 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 tik. Ez már nagyon nem lesz jó így. Tik 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 tik. Azt még leszedtem. Na jó, legyen egy committed suicide. Bocsi gyerekek. Egy. Igen, igen, igen. Sajnáljuk, hogy meg semmisült a járműve. Tuti ezt küldte. Igen, igen. Majd mi megcsináljuk. Az a poén, ha szétlősz egy kurvát, vagy egy insurgentet, vagy egy, mit tudom én, egy Osiriszt, annyit fizetsz, hogy az hihetetlen. Itt meg semmi. Gyerekek, ez ingyen volt. 200-ért kihozzák, vagy nem. Szíj sárkát, ezt inkább... megmutatom a szélsárkomat is, mert ugye már ott a krákenem is. Ja, igen, egy kis trükk. Egy kis trükk, ezt megmutatom. Nemrég jöttünk rá mi is, illetve hallottam. Van itt a mi kis M-es menünkbe egy ilyen, hogy Request Personal Vehicle. Ez azt jelenti, hogyha van kint egy kocsi, és messze kerültél tőle, akkor magadhoz tudod hívni. Ezzel az egy gombbal úgy, hogy lehet, hogy a mechanik ugyanerre a hívásra nem is venné fel a telefont. Tehát, hogyha a mechanik szemétkedik, nyugodtan request vehicle, és az a poén, gyerekek, nem viccelek, ez működik haste közben is. Ja, és megjavítja a kocsit is, ezt tegyük hozzá. Tehát, hogyha szétvered a kocsit, elmész messzebbre, magadhoz hívod, egy vadonatúj frissen javított cuccot kapsz, tehát nagyon klassz. Ja, csak itt nem lehet bejelölni. Igen, ezt azért megcsinálhatnák, hogy az ilyen vehicle-öket könnyebb legyen. A lila foltot most nem megyek megcsinálni, mert minek, mert már volt. Inkább bemutatom a többit, tehát ez az érdekesebbje. Takarodsz! Azt mondja, hihetetlen! Nem mondod. Na, ezt a szélsárkomat viszont már biztos, hogy láttátok, ez nem más, mint egy jetski. És... mész innen! Tákárolsz, te gyökér! Aki tud, az tud. Azért ez a környék nem rossz. Van itt helipad, meg itt van a sea sharkom, valahol.
Na. Jártam már, úgyhogy idejöttem, beugrottam, és nem volt itt. Átraktam máshova. És ez az én Sea Sharkom. Poén azt, hogy a színét kiválasztottam annak idején neon zöldre, de amit látjátok, sose azt adja be. Meg volt már, amikor fehér volt itt, tehát nem tudom, a színe nem lehet bubuckodni sajnos. Vagy nem lehet sokat. Nagyon pittyegnek, mi van? Ah, nem. Oh. Annyira nézem. Ja, itt közben jönnek a meghívók, meg egyebek. De legalább most már nem ugrik föl oldalt, mert elég durva volt, amikor, hogy is mondjam, csak finoman szólva és kitakarta a fele képernyőt. Na, és hogy miért tettem ezt most ide ki? Mert nem kell. Négy, már jött is az infom, ez az. És már kérhetem is a következőt a Pegazustól, ami nem lesz más, mint. Legalábbis nagyon remélem, hogy be fogja adni, mert elég közel vagyok sajnos. Hello, this is Pegasus Köszönöm. Lifestyle Management. How can I help? Kraken. Great. So it's available for pickup at our nearest location, madam. Nearest location, biztos? Vigyázz! Félre ribanc! De nem! Nem azért az 5-20-ért, de most hova megyek? De ott a krákenem. Ó! Ott a krákenem, látom. Na, hogy erről mit kell tudni? A kráken nem más, mint egy mitológiai óriás polip. Ne! Na, én így kövessetek, hülyesünök! És természetesen. Ne! Tehát ez a mitológiai óriás polip néven futó szerkezet nem más, mint egy tenger alattjáró, méghozzá nem is akármilyen, hanem ez egy visszatérőknek járó. Nem tudom, hogy miért nem kapták meg azok, akiknek nincsen meg Xbox-ra, Xbox One-ra, vagy bármi más konzolra, mert szerintem nem tudom, meg lehet nélküle lenni, mert azért nagyon gyakran spawnolnak ezek, de nem pont olyan, mint amilyen a játékban van. Na, szállj már be! Szállj be! Na. És mindjárt kitolatok. Meg leviszem. Elég bután néz ki, de elég jó. Tehát ennél jobbat nagyon nem láttam még. Lehet belső nézetben. Mármint, hogyha lemerülnék. Mert ugyebár ilyenkor a nézet csak erre számít. Csak nem lehet érzékelni benne sajnos a mélységet, magasságot, egyebeket. Ha túl magasra megyek, ez történik. Ha meg túl alacsonyra, akkor meg koppan az alja. Még jelentem, egyszer sem sikerült úgy berobbantanom. Mondjuk, ami késik, nem múlik. Ezt hozzátenném, ami késik, nem múlik. Úgy, né. És igen. Mondom, nézetben hirtelen is lehet váltani. Tehát, hogyha megnyomjátok az R-t, azaz újratöltést, akkor máshogyan mutat. Tehát, ha hirtelen kell váltani, akkor nem kell ott össze-vissza pötyögni a V-vel, hanem ilyen lehetőség is van. Nem néztem még meg, hogy milyen mélyre tud lemenni, mert ez még nekem nagyon új. Így kell vízivilágot nézni. Adjál békén, Ron. Ja igen, és a telefon működik benne. Ami azért nem egy elhanyagolható dolog. Na. Megmutatom vizen kívül is. Vagy magamon kívül. Egyné. Nem tudom, gyerekek, de mivel le kell kérni a másikat. Játszunk kicsit, és emelre küldjük. Na, erre kíváncsi leszek.
Figyelem, figyelem, most! Hát nem pont arra ment, amire akartam, nem egy precíziós robbantásra sikerült, de... Nem rossz. Na, az üveg vajon kitört benne? Tip. Addig lekérem a következőt, ami nekem lesz. És igen, kitört az üveg is. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Marsha Jamaica. Thank you, madam. Your specialist vehicle is now ready for you at our nearest pickup station. De ne. Bocsi gyerekek, azt hiszem úszni fogok. Tényleg a belső nézetes úszás nagyon bugi. Főleg a merülés. Nem tudom, én nagyon jónak tartom, hogy ezt is belerakták, bár az achievement még mindig nincs meg. Van valami olyan achievement, hogy 15 órán keresztül kell belső nézetben lenni? Plusz ugyebár van olyan, hogy a haste-eket is meg kell csinálni belső nézetben. Tehát az is egy ilyen plusz. Csak nem engem kerestek, sünikék. Azt a futást. Egy biztos, ez a játék hihetetlenül feelinges, tehát most szerintem most értük el azt a csapat nagy részével, hogy már minek pénzt szerezni, minek fejlődni össze-vissza, hanem elkezdjük élvezni igazán a játékot, mint annak idején GTA 4-ben, tehát minden hülyeséget kihasználva, fizikát, egyebeket, minél több poént csinálni. Most látjátok, nekem is csak ilyen fun járműveim vannak, tehát már nincs is mit elérni. Néha-néha ki kell fizetni a zambót, amit ellövünk, az kb. Ennyi. Az ott tetszik. Ne várj, de jó! Mi van? Ja, azt hittem, ezt kell neki. Simon, ezt nem adom. Ez borzalmas. Na. Most már van egy ilyenem is. És... Elnézést, de a helyszín az adott, úgyhogy... Bocsi! ezt csináljátok utána! Bocs! 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 Nem dobta föl most. Gonjunk föl a cápán. Még csak egy csillag. Még mehet. Sexy honey? Köszi. Vagy ezt a kocsimnak mondta? Így né. Bocsi! Nagyon borulékony, mondjuk az igazi is. Ezt tegyük hozzá, hogy az igazi is, tehát ennyiben igazuk van. Csak... Furcsa. Furcsa, furcsa. Mindegy, az én már Norbival kitaláltunk valamit, hogy hogyan lehet földobálni a kocsikat jó magasra. Nem csak ez a Bigfoot jó hozzá, maradjuk annyiban. Úgyhogy majd azt megmutatom egy másik videóban, mert lesz még sok ilyen. Azt hittem megijedt. És nem. És azt hittem fel se tűnik neki. Jön a jamaikai bob csapat, vigyázz! Nem? Egész gyorsan el tudott idáig futni. De még az. De nem. Na, megsemmisítem. Nem is tudom, van még itt valami egyáltalán? Ja, a hidrám van, hát ezt természetesen megmutatom. Szegénykém. Ha beszállsz, kiszedlek és megkésellek.
Én mondtam, én betartom az ígéretem. Na. Jajjaj, belefutok egy sűnbe. Ida. Thank you, madam. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. És ki hitte volna pont a kocsim mellett? Hú, az egy jól eladható kocsi volt. Mindegy. Mész innen? Hát jó, most már erről megyek. Nem az enyém. És persze itt van a hidrám. 3 millióba került, de... nem tudom. Egy sima sugárhajtásnak szintén örültem volna. Ez se rossz, hogy tud egy helybe lövegni, csak... nem tudom, valahogy hülye dolgokat csinál, például leáll a motor. Egyetlen sérülés sincsen rajta, és magától képes leállni a motor, pedig nyomom a gombot. Na, gyorsítsunk föl. Kéne ide a Top Gun zenéje, csak csopi rá. Bocsi. Hát ennek annyi. Jó kis trükkökre képes. Nagyon bírom. Ebből előbb-utóbb, gyerekek, olyan committed suicide lesz, hogy öröm lesz nézni. Igen, én billentyűzetes vagyok, tehát lehet, hogy kontrollerre könnyebb irányítani, de valahogy én sokkal jobban szeretem. Így. Még annak idején megszoktam San Andreasba, és azóta se tettem le róla, hogy én már pedig így fogok minden repcsit irányítani. Mi így is működik. Jó, gáz nem tudok adagolni, de nem is érdekel. Na, nézzük a fákat közelről. Hops! Milyen szar lenne, utol tudnám érni a saját rakétámat. Ó. Oh. Bazolt repülés, gyerekek. Igen, kicsit ment föl már egy ideje a skillem is, tehát nem rázza be annyira. Na, meg is mutatom. Hát igen, az erő az most nagyon sok, ráálltunk a golfra. Lehet, hogy sokan szidják a golfot, mert hogy nem olyan nagy szám, de gyerekek, ha játszani akartok golfot, sose tiszta időben. Nem fogjátok élni, folyamatos esőbe játszunk, nagyobbakat kell ütni, jobban fejlődik az erő is, meg sokkal izgalmasabb, tehát olyan 10-es szelekben játszunk, hogy szinte lehetetlen rendeset ütni. Nem tudom, ha lesz igényetek rá, nagyon szívesen felveszek pár ilyen meccset, hogy játszunk, mert tuti, hogy Hunti is szívesen felvenné, meg mit tudom én, Misu, Tomó vagy bárki. Mert láttam a visszajelzéseket Tomó videója alatt, szerintem rohadt jó videók lettek ezek, tényleg nagyon élvezett volt nézni. És mégis negatív visszajelzés volt. Ezért kérdezem meg, hogy szeretnétek-e, mert igen, nagyon szívesen lejátszunk pár meccset. Szerintem Norbit is be tudnám ráfogni. Nagyon jól golfozik ő is. Igazi vetélytársak vagyunk. Hú, ott hallatszott, hogy neki mentem a fának. Éj! Na! Szóval, be is fejezem a videót, mert éppen most csináltam sült virslit a hidrámból. Mindegy. Meg is érkeztem ide. Ja igen, mit akarok majd még venni? Mindenképpen szeretnék majd beújítani egy dömpert. Tudom, hol lehet őket megtalálni, meg minden, de akkor is egy dömper nagyon tetszene. Nem tudom, régóta vágyok rá, volt gyerekkoromban is, meg minden. Másra egyébként nem nagyon vágyok, viszont nincs több repülőm. Csak ez az egy van. Lehet, hogy még veszek buszt, de az már tényleg csak burzsúlykodás. 500 000-et kiadni azért, hogy nem is használom.
Bár mondjuk Pepujék múltkor ledúrtak az útról egyel, úgyhogy lehet azt még majd visszaadom egy sajáttal. Itt van dömper, csak 1 millió. Meg tudnám venni. Csak... még nem akarom. Tehát hamarosan jön majd úgyis a második része ennek a múltkori DLC-nek. És tudja, hogy burzsúj drága dolgokat fognak nekünk adni. Tehát nézzétek meg, ezek is milyen drágák. Na jó, a Virgo pont nem. De nézzétek meg a Windsort, nézzétek meg az Osiriszt. Tehát ezek se olcsó mulatságok. Több mint valószínű, hogy ez is drága lesz, amit majd adnak, bármi legyen az. Szóval, ja. Ja. Még nem tudom, hogy milyen kocsit fogok venni, nem tudom, hogy mit fogok eladni. Egyelőre semmi ötletem. Ezek a kocsik nem is tetszenek, az benne a poén. Tehát olyan semmilyenek. Nagyon sok, nagyon jó átirat volt, tehát például a Zentornót imádom. A Massacro is nagyon jó, azt mondtátok, hogy ez talán még gyorsabb is, mint az Osiris. Lehet, hogy majd kipróbálom. Lehet, hogy majd kipróbálom, mert nem drága feltuningolni, és maximum 800-900 ezer lesz. De nem tudom még. Ha akartok egy olyan videót, hogy nézzük meg, hogy melyik a gyorsabb, mert hallottam. Tehát már mondtátok, hogy lehet, hogy a Massacro valamivel gyorsabb is, lehet, hogy még az Addernél is. De az Osirisknél mindenképpen azt mondtátok. Lehet, hogy akkor kipróbálnánk megint Misóval egy ilyen rövid távfutáson, meg lehet, hogy hosszú távon is, csak még nem találtunk elég hosszú útszakaszt autók nélkül. Kb. Ennyi, nem tudom mi legyen. Ó, egy ilyenre még vágyok mondjuk, egy ilyen retrekre. Olyan kis bután néz ki, igazi rednek autó. Simán beférne oda. Ez is a Slamben is nagyon jó. Tényleg, a Slambennek nem emlékszem, vagy nem tudom, nem néztem még utána. Ha nektek megvan, írjátok meg kérlek, hogy van-e ugyanolyan ilyen hosszú hátulja, mint a Lost and Damnedbe volt. Mert nekem csak úgy tetszett. Így a nyitott platóval nem, de hogyha van ilyen zárt platójú verzió, mint ahogy a, nem is tudom, mint ahogy a Haystackben is láttam, mert ott van egy-kettő, tehát hogyha ezt a verziót, ezt itt fel lehet tuningolni úgy, akkor lehet, hogy veszek egyet, és akkor megnézhetitek, hogyan tuningolom. Csak írjátok meg nekem. Most kb. Ennyi. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottatok. Hamarosan érkezik majd még pár videó. Szerintem ezt előbb fogom kirakni, mint a következő hészteset, ugyanis már felvettük a Prison Break-et is. Csont nélkül gyönyörűen megcsináltuk. Úgyhogy hamarosan jelentkezem újra videókkal. Addig is köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!